Hello, sziasztok, szép jó estét kívánok! Igen, itt vagyunk újra a The Long Dark nevű játékban, ahol folytatjuk is tovább túlélő túránkat. Pontosan ott, ahol abba hagytuk. Eddig egy nagyon jó kis önismereti játéknak bizonyul, mivel rájöttem, hogy kővel nem vagyok jó farkas ellen, illetve hogy nem tudom, hogy tudat alatt vagy tudatosan, de nyulat egyelőre nem akarok megölni. Úgyhogy másképp kell kaját szerezni. Ezért vega nem leszek. Remélem. Nehéz. Minden cég felútolnak. Akkor itt vagyunk újból, és próbálkozunk a túléléssel, kicsit komolyabb lootolással. A kocsikat akkor azt inkább nem erőltetem, kő az nem árt, hogyha van. Bármikor így jöhet egy farkas, amit meg kell dobálni, és én akkor sem biztos, hogy elmenekül. Hogy állunk olyan ügyileg? Rosszul. Nem sok. Most tudunk kinyerni belőle, de azt hiszem megsütjük. Csinálunk itt a tábortüzet. 95% esély, ne gyerünk. Gyújtsuk meg. Come on. Na, talán meg lesz. És nem. Jó, hogy elkiabáltam. Na, még egyszer. Most inkább nem kiabálom el. Come on. Hallgatok engem. És csak drukkolok, hogy gyerünk, gyulladj meg. We need to find some place to escape this cold. Na. Ez. Well, thank goodness for that. Egy ilyet. Jó. Megsütjük a húst. Jó. És vizet is. Olvasztunk. Kis halat, és akkor lesz egy kis vizünk is. Így szuper lesz minden.
Jó. Adjuk meg a húst. Tűznél. Aztán megyünk tovább. Hát Milton nem egy benépesedett város, egy falu. Bevegyünk a postára, egy-két dolgot tudunk szerezni. Utána viszont nem tudom, hogy hova tovább. Nem hiszem el. Úristen. Hagyja békét. Mocskos te. Erre nem lehet megfordulni. Ah, itt én nem sem. Can always use more food. Na, egy kis csoki is. De hol a farkas? Hát ha... Lassan jön. Ne, így sem talán.
sem, pont szólni is akartam. Na mit mondtam? Az előzőt is így kellett volna kérdezni, bazd meg. Túlóra? Persze, szívesen, pont szólni is akartam. Na mit mondtam? Az előzőt is így kellett volna kérdezni, bazd meg. I need to find a place to rest. Feel numb. Thank you.
head feel thick. Turned out pretty well. I'd eat snow if the hypothermia wouldn't kill me. Thank you.
So, the outsider returns. You're already doing better than the others. You found the fuel. But did you find any answers? All I've found are wolves, bad weather, and an empty town. It's just as I told you. They're all gone. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, scarf with birds on it, possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices, and I couldn't get them back. Never mind. You did well with the fuel. Now do the same with food, or I won't last the winter.